Számos kiváló sportolóval büszkélkedhet Bonyhád városa. Közéjük tartozik Szabó Bernadett és edzője Vadász Judit is, akik kettlebell sportágban értek el világ, illetve Európa bajnoki címet. Kiemelkedő teljesítményüket és kemény munkájukat az önkormányzat is elismerte. Filóné Ferenc Ibolya polgármester vendégül látta a versenyzőket. Jó, nagyon szépen szívből gratulálok neked. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Vadász Judit 2015-ben ismerkedett meg a kettlebellel, azóta rendszeresen jár versenyekre. Elmondása szerint az első és második helynél rosszabb eredményt nem szokott elérni. 2019-ben szintén Európa-bajnok voltam, de akkor Ukrajnában, és most pedig Svédországban. Nagyon szeretem, és most novemberben megyünk Franciaországba, ha minden okés lesz, akkor Franciaországba szintén egy világbajnokságra megyünk. Majdnem 300-an voltak Svédországban. Nagyon sok svéd volt, ukrán is volt, finnek is voltak, tehát mind nagyon erősek. Amiben én indulok, az fél maraton, tehát 30 percen keresztül kell zsörkölni, tehát lökni. 12 kilóval, mert itt vannak korhatárok is, és ezért. Hát és én már mégis veterán kettőbe vagyok, tehát így nekem 12, de most világbajnokságon 14 kilóval fogok indulni. Egy ilyen lelki feltöltődés, ha szomorú vagyok, ha bánatos vagyok, vagy boldog vagyok. Tehát nekem egy ilyen feltöltődés teljesen, tehát lelki, testi megnyugvás szó szerint. Vannak kihívások, tehát nekem is van, úgyhogy azt mondom, hogy most leteszem, és hogy minek kellett nekem ide jönni, és minek kellett nekem ezt végigcsinálni, de utána mi az, hogy? Ezt meg kell csinálnom, és kész, és akkor csinálom, és akkor a cél, hogy meglegyen. És akkor most, amikor volt az Európa-bajnokság, akkor rá két napra, vagy három napra, akkor jött egy oklevél, hogy világcsúcsot döntöttem 12 kilóban, mert 569-et nyomtam. Ezt még 200 fölé föl szeretném vinni, és akkor utána egy 20 kilóval szeretnénk dolgozni. Szabó Bernadett két évvel ezelőtt ragadta meg az orosz súlyzót, nemrég második helyezést ért el szakításban az International Union of Kettlebell Lifting világbajnokságon Budapesten. 32 országból volt 470 versenyző, tehát amikor mentünk, csütörtökön kellett felmenjünk mérlegelni, hát akkor úgy néztem, hogy USA, Kanada, tehát oroszok, nagyon sok országból, rengeteg országból jöttek fiúk, lányok. Egyaránt vegyesen, és korosztályban is vegyesen, tehát voltak nagyon fiatalok, voltak idősek is, és tehát tényleg nagyon vegyes volt a korosztály. Nagyon színvonalas verseny volt, de itt szigorúság van. Tehát kell még fejlődnöm technikában is, de hát ez sok gyakorlás. Nem gondoltam, nagyon keményen dolgoztunk, Vadász Judit az edzőm, ő készített fel. Ezen kívül azért kaptam, hál' Istennek, segítséget még két fiútól, László Szilárdtól és Lamuli Rolandtól is, de igazából tehát a Judit nagyon kőkeményen edzett, tehát olyan szinten, hogy tehát azért voltak ilyen izomfájdalmaink, tehát nagyon, tehát a futástól kezdve a szabad testsúlyos gyakorlatig és plusz a súlyzós edzés. Nem gondoltam, mert amikor bementünk mérlegelni, és így körülnéztem, akkor mondtam, hogy úristen, hát mit keresek én itt? Egy kis lány, tudod, hogy, és nem is ugye én két éve gírjázok, és a Judittal 5 éve edzem. És nem gondoltam volna, de viszont nagyon szeretem ezt a sportot. Szeretnék még szakítani, ezzel a súllyal szeretnék egyszer egy nagyobb ismétlésszámot elérni, és a Judittal jövő hónapban kezdünk 20 kilóval szeretnék dolgozni, és akkor ott megállok, tehát ugye 20-assal. Hát ez egy év, mire az ember az úgy szépen fejlődik rá.